Tordai Bence a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Na, akkor ez most hogy van? Egyrészt ott vannak a KSH számok. A számokat persze lehet értelmezni, magyarázni, alátámasztani, indokokat hozni, hogy mi, hogyan alakult, tendenciák. Na de hát azért mégiscsak van egy makacs dolog a matematika, tehát ennyi volt, ennyi lett, miből lett ennyi. A kormány ma is folyamatosan azt mondja, hogy hát ekkora trendforduló, és ilyen még sose volt, tehát minden javul. Ugye itt is az a kérdés, mint a viccben, hogy mi mennyi. Velem nincs szerencsé a gazdasági minisztériumnak, mert én a KSH-ban dolgoztam egy ideig pont azon a főosztályon, ahol ezeket az adatokat előállítják, és egyértelmű, hogy az adatok tartalmét az igazán izgalmas. Amivel a kormány dolgozni szeret, az az összes valamilyen módon foglalkoztatott embernek az adata, és az valóban nő, 200 ezer, nem tudom, miket szoktak mondani. Ebben benne van mindenki, aki legalább egyetlen óra fizetett munkát végzett, legyen az 47 ezeres közmunka, vagy legyen az a munka akár külföldön. Tehát aki kimegy Ausztriába, és ott talál magának valami munkát, de épp otthon van, amikor a kérdezőbiztosok becsöngetnek, ő is belekerül foglalkoztatottként a statisztikába. Vagy mondjuk elment, hát nem tudom, mondjuk aktivistának, aláírásokat gyűjteni, de most komolyan mondom, aktivistának aláírásokat gyűjteni, per aláírás 100 forintért, és ha adj Isten erről még munkaszerződést is kötöttek vele, hogy őt alkalmazták egy délelőtre, akkor bizony az elmúlt hónapban ő már egy órát foglalkoztatva volt, tehát ő is beleszámítva a statisztikába. Ha van erről ugye papírja, tehát nem a fekete pénzekről beszélünk. Pontosan erről van szó. A fekete gazdaságot nagyon nehéz megbecsülni, de ha maradunk annál, amiről tudunk, akkor is én azt ajánlom szakemberként, ha tetszik, hogy egy másik adatsort nézzünk, azt az adatsort, amiben a valódi munkáják vannak. Van a KSH-nak egy olyan statisztikája is, amit mostanában a kormányzati oldalon kevésbé szívesen idézgetnek, ami az 5 fő fölötti vállalkozásoknál, cégeknél, közintézményeknél bejelentett állásokat tartja nyilván. Ezek a valódi állások, tehát ott tiszta jogilag a helyzet, általában 8 órás határozatlan idejű szerződések vannak, és nem közmunkában és nem valahol az országhatárokon kívül dolgoznak ezek az emberek. Ha ezt az adatsort nézzük, pontos számokat, és a kormányváltásnál 1.830.000 körül volt ez a szám, most 1.800.000 körül, tehát egy 20-30 ezeres csökkenést mutatnak ezek az adatok. És ezt már három nem teszik év ki az a 30 ezres csökkenés 3 év alatt az soknak mondható statisztika? Nem, ez gyakorlatilag stagnálás. Tehát ahhoz képest biztos, hogy nagyon kevés, hogy itt 10 év alatt 1 millió, tehát akkor évente. De akkor azt sem mondhatjuk, hogy a kormány gazdaság politikájának hatására tömegével szűntek volna meg a munkahelyek ebben az országban, akkor ez sem igaz. Nem, ez sem igaz, illetve tömegével szűntek meg munkahelyek, és nyilván jöttek is létre munkahelyek. Az a kérdés, hogy ennek mi az egyenlege, és a kérdés tényleg jó, hogy milyen a kormány gazdaságpolitikája. Mert ők úgy tesznek, mintha a foglalkoztatás politika az valami mindentől különböző dolog lenne, meghatároznak egy célt, plusz 1 millió munkahely, és hozzárendel, attól tartok személyesen Orbán Viktor, nagyon egyszerű cselekvéseket, például oda szól Pintér Sándornak, hogy csináljon akkor pár százezer közmunkás munkahelyet, meg oda szól a kis valóság magyarázóinak, hogy akkor ezt kommunikálják nagy erőkkel, hogy ez micsoda oltári siker. Az a rossz hírem, hogy a gazdaság nem így működik. Tehát lehet törvényeket hozni, Orbán Viktorék ugye ezt nagy örömmel megteszik, de a gazdaságnak is vannak... Ők vannak kormányon, igen. A gazdaságnak is vannak saját törvényei, amikkel, hogyha szembe megyünk, akkor fejreállás lesz a vége. Ez például a kereslet-kínálat törvénye. Hogyha nincs kereslet azokra a termékekre, szolgáltatásokra, amiket a cégek előállítanának, akkor nem fognak új embereket alkalmazni, leépítések lesznek, és ezt látjuk Magyarországon. A legjobb foglalkoztatáspolitika az a jó gazdaságpolitika, és ennek része például egy adórendszer. Tehát ha az egyik legfontosabb lépést keressük, akkor ez biztos, hogy ez egy kulcsos adó, ami elvett olyan emberektől jövedelmet, akik azt egy az egyben elköltötték volna. Akik a jövedelmüket az utolsó fillérig a fogyasztásra költik, nem tudnak megtakarítani, tehát ők az igazi fogyasztók. Pontosan, és azoknak adta oda, akik meg bankokba teszik, esetleg külföldi bankokba, offshore cégekbe, nem. De hogy tényleg itt nincs is olyan meg, aki... Nincs, persze, ebben a nemzeti együttműködés rendszerében már nincs tere Magyarországon, most a cégnek, ezt tudjuk. Szóval viccet félretéve, itt tényleg arról van szó, hogy egy rossz gazdaságpolitikából nem lesz jó foglalkoztatáspolitika, attól, hogy görcsösen akarjuk a növekedést, nem lesz növekedés. Hogyha mindenkit megsarcolunk, aki esetleg munkahelyeket teremthetne, és elszipkázzuk a keresletet, akkor senki nem fog munkahelyeket csinálni nekünk, és beindul egy ilyen lefelé tartó spirál. Tulajdonképpen most ennek vagyunk tanúi, és ezt csak ideig, óráig ellensúlyozzák azok a
akciók, amik már meglévő pénzeket öntenek be a piacra, ilyen volt ugye az elsinkófált nyugdíjpénzeknek a története, vagy most ilyen a Nemzeti Banknak a megtakarításai, amit olcsó hitelként szórnak ki a vállalkozások. A nyugdíjpénz az nem osztott, nem szorzott a munkaerőpiacon, tehát ott az nem volt. Hát, hogyha elköltünk pénzt a gazdaságban, akkor az előbb-utóbb valahol keresletként jelentkezik. Hát attól függ, hogy mit veszünk belőle. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Már is jön a Híradó Nap további fontos híreivel, aztán itt lesz Tarjányi Péter, Magyar György, Fekete Mátyás, maradjanak velünk.